Városvezetés rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület. Felhívás, kiírta idei pályázatát a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány. Egészségünk, óvakodjunk a káros UV-sugaraktól. Önök a Telepaks kistérségi televízió híradóját látják, üdvözlöm Önöket! Első alkalommal módosította a 2018-as költségvetési rendeletet, belterületi utak fejlesztésére pályázik az önkormányzat, valamint felülvizsgálják az önkormányzati cégek felügyelői bizottságának munkáját. Egyebek mellett erről is döntött a képviselőtestület a rendkívüli ülésen. Egy perces néma csenddel tisztelegtek a napokban elhunyt képviselőtársuk, Magyarné Nagy Edina emléke előtt a képviselőtestület tagjai. Ezt követően a költségvetési rendelet módosításáról tárgyaltak a grémium tagjai a rendkívüli ülésen. Új elemekkel bővült a kiadási oldal, az ezekhez szükséges források biztosításáról határoztak. A korábbi költségvetés az úgy lett összeállítva, hogy akkor még számítottunk a kormánnyal kötendő külön megállapodásra, amellyel való tárgyalások már ugye 2017. november óta zajlanak. Itt az országgyűlési választások egy kicsit megakasztották ezt a folyamatot. A kormánnyal kötendő megállapodásra továbbra is számítunk, de mint az előbb mondtam, azért már jócskán benne vagyunk a költségvetési évben, májust írunk, így priorizálnunk kellett, újra kellett gondolnunk azokat a beruházásokat és felújításokat, amelyeket már idén el tudunk kezdeni. Paks polgármestere elmondta, hogy a módosítással el akarják indítani azokat a fejlesztéseket, amelyekre már készen vannak a kiviteli tervek. A közbeszerzési eljárás után elkezdődhetnek a kiviteli munkák. A felújítási oldalon megjelenik az Ősz utca és a Völgy utcának a kivitelezése, az Anna utcának a kivitelezése, de ugyanilyen fontos és halaszthatatlan a Csengeidén és Kulturális Központ tető szigetelése, felújítása. Továbbá megkezdődhet a Vácika utca út- és csapadékcsatorna építése, a közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése, a Paksi Életfa Idősek Otthona bővítése, a Városháza korszerűsítése, valamint a lakótelepi központi park első ütemének a kivitelezése. Bordács József, a gazdasági bizottság elnöke elmondta, ezekben és a tervezési munkálatokban is számítanak az önkormányzat cégeire. Mindannyian bízunk benne, én azt gondolom, hogy mind a DC Dunacom ZRT, mind pedig az újonnan megalakított beruházási fejlesztő cégünk nagyon sok olyan terhet tud levenni az önkormányzat műszaki osztályáról és az önkormányzatról, kisegítve ezt a területet, ami hozzásegít bennünket ahhoz, hogy sokkal hatékonyabban és gördülőkebbennyebben tudjuk pontosan a beruházásainkat bonyolítani és kezelni. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatán 29 millió forint támogatást nyerhet a város a Kápolna utca, a Zsíros köz és a Zrínyi utca aszfaltozására, a szükséges 45 millió forint önerő biztosítása mellett. Erről, valamint arról is határoztak a képviselők, hogy módosítják a Proteus Holding ZRT, valamint a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási ZRT javadalmazási szabályzatát. Emellett a DC Dunacom ZRT felügyelő bizottság is szerepelt az ülés napi rendjén. Május 31-éig meg kell alakulnia az új felügyelőbizottságnak, ennél a cégnél is el kell fogadni a mérleget, és mindenképpen ezért van ez a mai ülésen előterjesztve. A képviselők úgy határoztak, hogy a grémium új tagjának delegálják Bordács Józsefet. A rendkívüli ülésen elfogadta a testület a 2012-ben elkészült fenntarthatósági terv felülvizsgálatát, és alapítványi támogatásokról is döntöttek. A Mancsos segítőtársaink terápiás állatok és oktatási alapítvány működését 500 ezer, míg a Szilárd Leó tehetséggondozó alapítvány tevékenységét 200 ezer forinttal segítik. A mostani időben már 15 perc is elég lehet ahhoz, hogy leégjünk. Ezt mondta a híradónk által megkérdezett bőrgyógyász. Ligeti Judit szerint fontos, hogyha napra megyünk, akkor mindenképpen védekezzünk a káros UV-sugarak ellen. Az erre érzékenyek és a kisgyerekek mindig használjanak fényvédőkrémet, és ha tehetjük, déli órában kerüljük a tűzőnapot. Mindenképpen a déli
órákat kerülni, tehát a 10 és délután 3 köztit, amennyire lehet kerülni, még bekenve is. Pici gyereket egy év alatt nem szabad napra vinni, azt eléggé tudják a szülők, és vannak most már olyan gyerekfényvédők is, amik 3 hónapos kortól adhatók a babáknak, és abban együtt se lehet napra vinni, de a szortfénybe is, hogy ne pirosodjon meg, mindenképp ajánlatos bekenni kisgyereknek, kis sapkát, kis inget, pólót mindenképpen érdemes ráadni, és a felnőtteknek is főleg az arcot kell védeni. Nyílt napot tart a ProArtis alapfokú művészeti iskola. Minden érdeklődőt és zenekedvelőt szeretettel várnak május 10-éig. A program kedden kora este egy hangszerbemutató koncerttel kezdődött, a leendő növendékek nem csak hallgathatták, hanem ki is próbálhatták a különféle hangszereket. A ProArtis alapfokú művészeti iskola fúvós zenekarának előadásával kezdődött az intézmény több napon keresztül tartó nyílt napja. A programot azért szervezték, hogy a zenekedvelő fiatalok könnyebben ismerkedhessenek meg a különféle hangszerekkel. A megnyitón a fúvósoké volt a főszerep, a tanszak vezetője szerint direkt olyan zenéket válogattak, ami felkeltheti a fiatalok érdeklődését. Igazából a fúvós hangszert bárkinek tudom ajánlani, leginkább mondjuk a második, harmadik osztályos gyerekektől fölfelé, mert hát ugye a részfúvós hangszer, amiket én tanítok, azok ugye súlyokból fakadóan eléggé nehéz dolgok, hogy fizikálisan is meg tudja tartani a gyerek, de ettől függetlenül tudom ajánlani bárkinek, akinek kedve támad, ezért is próbálom most a fúvós zenekarral egy kis kedvet csinálni ehhez. Nem csak odakint az udvaron, hanem odabent a koncertteremben is várta bemutató az érdeklődőket. A ProArtis alapfokú művészeti iskolában a hangszerek széles körű palettáját nézhették meg a látogatók. Igyekszünk szinte minden hangszeren oktatni, van fúvós tanszakunk, a fúvós tanszakon belül sokféle fúvós hangszer. Az udvaron most játszik a fúvós zenekarunk, ahol megismerkedhetnek a hangszerekkel az érdeklődők. Zongoratanszakunk működik, harmonikát is oktatunk, gitárt, ütős hangszereket. A népzenei tanszakunkat szeretnénk népszerűsíteni, és ezen kívül még a vonós tanszakunk is működik. A ProArtis nyílt napja nem ért véget a hangszerbemutató koncerttel, május 9-én a képzőművészet, május 10-én pedig a táncművészet iránt érdeklődők leshetnek be az intézmény kulisszái mögé. Kiírta idei pályázatát a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány. A szervezet célja az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt elérő diákok és velük foglalkozó felnőttek elismerése, ösztönzése. Az űrlap a részletes kiírással együtt megtalálható a Paksi köz- és oktatási intézményekben, vagy hamarosan letölthető a www.paks.hu honlapról. A pályázatokat szeptember 14-én 12 óráig várják a polgármesteri hivatal titkárságára. A sikeresen pályázók meghívót kapnak a díjkiosztó ünnepségre, amit az október 23-ai ünnepségsorozat keretében tartanak meg. A pályázat eredményét a város honlapján közzé teszik. Gyöngyvirág túrára várták az érdeklődőket a dunakömlődi kilométerszámlálók. A táv ezúttal az Imsósi erdőben és környékén zajlott. A gyülekező a Vasúti Múzeum melletti töltésnél volt. Gyerekkoromban itt mi bejártunk mindent, szóval a paksi részt is, meg kömlődi részt is, és nagyon sokan van, sok új paksi, és azt mondja, hogy nagyon szép vidék.
Helyi jelentőségű, védett terület, hirdeti a tábla az Imsózsi erdőben. A Dunakömlődi kilométer számlálók ezúttal a Paks és a település rész között a 6-os számú főút mellett található területen kirándultak és ismerkedtek a természettel. A társaság egy éve járja a környéket, az erdei utakon egy kisebb társaság előző nap terepszemlét is tart. Dunakömlőd környékének a megismerése a célunk. Nagyon szép, mind a Vájer, mind az Imsózsi erdő, ahová most megyünk, a Juhászvölgy. Körülbelül havonta tervezzük a túráinkat, és elég jó számban mindegyiken vannak résztvevők. A csoport ezúttal sem teljesítménytúrára törekedett, ezért mindössze 6 kilométeres kirándulást tervezett. A résztvevők az Imsózsi erdőben a különböző gomba, növény és állatvilággal ismerkedtek. Az idei harmadik, gyöngyvirágtúra is remekül sikerült, és már tervezik a következőt. Aki kedvet kapott, a Dunakömlődi kilométer számállók zárt Facebook csoportjában tájékozódhat az alkalmakról és az időpontokról. De itt ezek szépek! Csak a műsor véget szedett. Pakson az energetikai szakgimnázium sportcsarnokában tartották a Floorball Diák Olimpia országos döntőjét. A rangos sportesemény 6 csapat részvételével zajlott. Így indította el a Balog Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Floorball csapatát edzőjük Hesz Csaba az országos döntőben, melyet az ESZI sportcsarnokában tartottak. Mivel a Balog Antal mellett a Deák Ferenc Általános Iskola is sikeres floorball csapattal rendelkezik, érdemesnek tartották összefogásban Pakson megrendezni a versenyt, mely 6 csapat részvételével zajlott. Két csoport van, 2-3 fős csoport, az első és a második helyzet keresztjátékban elődöntőt játszik, és azt követően alakulnak ki ugye az elődöntőknek a menetei, és akkor a két elődöntő győztese játszik az aranycsatában. Az első mérkőzésen a budapesti Remetekert várost megvertük 3-1-re, a második mérkőzésen Komárom ellen játszunk, ott sikerül a győzelem, akkor ugye, ahogy említettem, megnyertük a csoportunkat, és a másik csoport másodikával találkozunk, reméljük, hogy ez kedvez nekünk. A Balog Antal iskola floorball csapatának egyik oszlopos tagja Veszanikosz, aki 3,5 éve gyakorolja ezt a sportot. Felsorolt a sikereiket. A nagykapus döntőkön lettünk egyszer harmadikak, negyedikek, és kiskapus döntőn meg másodikak, és harmadikak is lettünk. Sajnos én most beteg voltam, szóval nem tudtam menni edzésekre, de azért keményen készültünk előtte is. Minden sokkal passzoltunk, sokkal feladat volt. Klopcsikné Somorjai Mária, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára hosszú ideje floorball edző. Minden évben elsőtől a 8. osztályig indítják a csapatokat a megmérettetéseken. A sportág nagyon népszerű az iskolások körében. Évek óta ott vagyunk az országos döntőben, mind a lányok, mind a fiúk tekintetében. Kétszer volt szerencsém világjátékokra kijutni, a középiskolás csapattal, illetve a Deák lányokkal. Én úgy gondolom, hogy mindig ott vagyunk a spiccen, és méltón képviseljük Paks városát. Mindig győzni szeretnénk, de nagyon erős csapatok vannak. Hát én bízom egy éremben. Ezüstösen csillogó érmet kaptak végül a deákosok, második helyezést értek el az országos döntőben. Őket a komáromi Feszti Árpád általános iskola előzte csak meg. A Balog Antal Katolikus Általános Iskola csapata sem távozott üres kézzel, bronzéremért játszottak, és 3-0-ra nyertek is a komáromi Bozsik József Általános Iskola csapata ellen a rangos megmérettetésen. Egy-egyes döntetlent játszott a Kozár Mislany otthonában a Paksi FC 2 labdarúgó csapata az MB3-as bajnokság legutóbbi fordulójában. Oszermayer Gábor együttese a középcsoportban 34 ponttal a tabella 9. helyén áll. A kiesés elől menekülő Kozár Mislány volt az ellenfele a Paksi FC 2 csapatának az MB3-as labdarúgó bajnokság középcsoportjában a 26. fordulóban. Az első helyzet a hazaiak előtt adódott, Pincés Ákosnak a gólvonal elől kellett mentenie torkos emelését. A folytatásban felváltva forogtak veszélyben a kapuk, majd a 20. percben a következő nagy lehetőségét már nem hibázta el a Mislány. Formás kontratámadás végén Grabarics passzolt közelről Molnár Péter kapujába. Ezt követően egy sebességi fokozattal feljebb kapcsolt a PFC 2, Simon Márk oldalszabadrúgásánál Ipacs kapusnak kellett nyújtózkodnia. A szünetben 1-0-ra vezetett a házigazda.
A térfélcsere után az 59. percben Vlasics került helyzetbe, ám Ipacs hárította a közeli lövést. Egy perccel később Nagy Richárd próbálkozott távolról, a hazai kapus azonban ismét védeni tudott. A jó érdemű találkozón itt is, ott is több gólhelyzet maradt kihasználatlanul. A hajrában Ostermayer Gábor alakulata mindent megtett az egyenlítésért, de Nagy Richárd lövését védte a kapus, Simon próbálkozása pedig a kapufáról vágódott az alapvonalon túlra. A 94. percben aztán a zöld-fehérek is betaláltak, Nagy Ádám hatalmas gólt lőtt, így döntetlennel zárult a találkozó. A végeredmény Kozár Mislány, Paksi FC 2, 1-1. Ostermayer Gábor együttese 34 ponttal a tabella 9. helyén áll. A Paksi FC 2 a következő fordulóban hazai pályán a Tisza-Kécske együttesét fogadja. A mérkőzést május 13-án vasárnap 17 órakor rendezik. Ma éjszaka változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható. Zápor előfordulhat helyenként. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9-12 fok között alakul. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok váltakoznak, helyenként erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul. A híradó után a Telepaks közkedvelt sorozatában az Én városomban paksiak mesélnek kedvenc helyszíneiken számukra kedves történeteket. Ma este Kalmár Lívia gondolatait hallhatják. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velem holnap is, viszontlátásra!